Na, szép jó napot mindenkinek. Hát, bocsánat, csak közben iszok. Mettem egy desszertet. Na, a helyzet a következő. Kicsit átalakítottam a különböző spelleket. Most próbálgatom ezt, mert ezt javalják. Ehhez a buildhez, amit úgy építgettem. Ez ugye már maxos. Elvileg, így van. Ehhez még kell egy kő, amit majd későbbiek folyamán meg tudok szerezni. Kicsit átpakolgattam a különböző talizmánokat. Hogy jó legyen. Plusz beraktam más kocsfalékot a ploskába. Szóval így azért hatásosabb talán. Jaj. Meg jó, ott még várjunk. Felszerelésben egy más, meg közben megöltem úgy már múltkor ezt a boss-t. Mi volt még, ami így... Ja, várjál, itt azt tudom nézni, igaz? Hol van? Egy kicsit átalakítottam a statokat. Reseteltem és átalakítgattam. Most jelen állapotban úgy van, hogy a HP-t, ami most 49, azt fel kell majd tuszkoljam. Hát minimum 50-re, de inkább majd 60-ra. És akkor majd utána még lehet egy-két dolgot még csiszatolni. Majd meglássuk. De most az a legfő-fő. Hogy ezt a jó embert itt megrépázzuk. Mi van még, amibe jutottam? Ugyebár itt, ahol etetni kell ezt a jó madarat, itt előtte volt egy gargoly, Black gargoly, vagy mi az Isten. Na, annak azt megöltem, tesztegettem az új buildet. És vicces volt, eléggé elolvadt. Plusz nekem itt van egy portál, ami fölvisz ennek a terület fölé, úgymond. Ott is volt egy boss, hát maradjunk, vagy hát boss, bossocska. Maradjunk annyiba, hogy az is elolvadt. Azzal se volt olyan nagyon nagy egetrengető probléma. Ja, plusz beraktam egy ilyent, mert elméletileg a... Már mondjuk ezt nem valószínűleg nagyon fogom használni, mert nem lesz rá időm. Meg olvasgattam erről a bossról, és a Mimic Tier ajánlják, úgyhogy őt is felfejlesztettem elvileg maxosra. Ha jó emlékszem. Hol is van? Így van, ő is maxos. Mivel, hogy ő túléli a második fésznek a nem tudom milyen spelljét, és meg tud maradni. Úgyhogy most meglássuk, hogy hogy viselkedik ez a boss. Na. Akkor... És akkor kezdjük. Nem! Nem! Személy! Nem! Nem!
Át a szemét. Ennyi volt az első fész. Azért múltkor elég sokat szenvedtem vele. Nem. Ezt elcsesztem. Ez nagy... Na. Ez volt az első kör mai nap. És azért elég szépen lement a HP-ja. Az őszintét megmondva, ha nem bénáskodtam ennyit, hanem szerintem lerakom a kört, és mindjárt rátolom a spelleket. Szerintem... Potívás után szerintem meg lett volna. Na mindegy. De talán most már így annyit nem fogok killódni. Talán. Az a poén, hogyha ezt a boss sikerül megölnem, akkor a városba elvileg megjelenik, hát, egy NPC, egy hulla, nem tudom, vagy le tudok menni egy bizonyos helyre, ahol ahol elvileg pont egy olyan kő kell. Uj! Gyerünk! És ennyi. Na, így ugyebár már régebben egy 10 streammel korábban. És yes. Az igen. Na, majd utána mondom. Te ki vagy? Ja? Szerintem ő rohadt jól néz ki ez. A set. Most talán. Ez mi a franc? The rune of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorn.
Igafat. You'll be Elden Lord yet. Na most mi van? Ez volt a halál rúnája? Hova kerültem? Ez a városnak a másik oldal. Jó. Ücsücsenjünk le. Na. Értem. Na. Tudunk kifutni, de hogy tudunk? Miért tudnánk? Na mindegy. Jó, akkor csináljunk egy olyant, hogy az már... Apá, nem ez. Hanem ezt. Összeltávolítjuk. Váltás, és ide berakjuk... a csajt. Ha megtalálom. Igen, őt. Akkor innentől kezdve Mimik és a csaj lesz a főadó. Na, te ki vagy? Na jó, nézzünk körbe, mert... Na nem vág ez, hogy hol vagyunk. Na várjál! Ja, ez nem az a rész. Na várjál, itt föl tudunk menni. Várjál, én itt már kújtorogtam, mert itt voltak a tudások, nem? Na várjál, mi? Igen, mert itt jöttem be, nem? Valahol. Mert itt jöttem be a bástyáról. Így van. Ajaj. Áú, jó. Akkor menjünk el arra. Kár, hogy itt nem lehet lovagolni amúgy. Na, azt nem vág ez.
ugyebár majd kéne kalandozni a havas részen is, mert közben azt is sikerült kiderítenem, beszélgettem ismerőssel, hogy hogy és mi és merre és mit kéne csináljak, hogy tovább jussak végre. És csak szimplán bamba voltam. De hát ez van, ne? És érdekes. Most az a baj, hogy elvileg szerintem, ha felmennék a buszhoz, akkor szerintem ott várna a jó ember. Őha. Várjam már. Mi ez a lik? Aha, le lehet ugribugrizni. Jó. Akkor mindjárt ugribugrizunk. Ott van egy hullácski. Mi ez a hang? Mi a franc ez? Milyen franc ez a hang? Jaj, várja már! Jó. Igen. És akkor most tudok arra a részre menni, ahol elvileg a kő vár, vagy van. Amivel... elvileg... hát nem erre. Elvileg fel tudom upgrade-elni majd a... a... nagyobbik... hogy hívják amat? Nagyobbik. Hát, vagy a másik staffot, vagy a kardot, majd meglátom, hogy melyiket. Mert az... hát ez is elvileg az kell, a szintugráshoz, meg azt hiszem ennek is ugyanaz kell. Szerintem ez annyira nem jó már. Mindez. Nem tudom. Majd meglátom. De valószínűleg a kardot fogom, aztán majd a legközelebbi, amíg a havas részen is lesz majd. Jaj. A havas részen is lesz majd még két-három olyan kő. Ami majd kell upgrade-hez, úgyhogy... hűha. Mi? Már ott van a... mit tudom én, milyen... PvP. Vagy mi a franc? Én itt voltam fenn. Not even you.
Na, azt majd én... Na, ezt én majd még azért eldöntöm. Nem rossz ezek a fejes. Ez se annyira rossz. Jó. Jó, 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 kezd. Így már egész vicces. Ezért nem értettem ugye a dolgot, hogy miért nem tudok némelykor egyre a kettőre jutni, miközben elvileg egy mage build az elég hatásos tud lenni. És ugyebár egy jó pár streammel ezelőtt már az egyik néző mondta, hogy hát milyen flaskákat használok, mik vannak berakva, milyen medálok. És így már értem a cheesy-ot. De várjatok már! Én itt megint eltűntek a hogy hívjákok? Vagy vár... mi? Mert én ezt az utat már ugye bejártam... ahogy hívjákig. Mert itt mész fel a bosshoz. Elvileg. És akkor most megyek a királynőnek a szobájába, vagy mi az istenébe. Elvileg. Majd. Te ki vagy, és mit nézel? Visszatért. Ja, az első lord. Az, ami nekünk nem tesz jót majd az egészségünknek. Jó. Elméletileg erre. Ott is volt egy loot, ugye? Ott körbe lehetett menni, be lehetett ugrálni hátulra. Akkor erre el lehetett jönni. Van. És ott is, itt is van egy grész, de ide még nem megyünk be. No. Mert ez már ugyebár a... Elméletileg, ha nagyon szeretném, akkor az endgame-et meg tudnám csinálni már. De nem. Mert azért még nem ott járunk. Akkor itt van a... Igen, na és jó, oké, jó. Viszont engem ami még nagyon érdekel, ott szuszogott, morgott, csörgött, morgott, le lehetett ugrálni is, egyrészt. Meg ott valami morgolódott a túloldalt. Úgyhogy most elmegyünk erre. Körbenézünk, háta van valami lutilut. Esetleg valami... Bármi, semmi. Jó. Akkor két opció van. Valószínűleg megint itt a sárkánynál kell felmenni majd. Vagy erre. Már se rossz. De valami ilyen gargolyt, vagy mi az istent írtak, hogy itt elvileg majd őrizni fogja egy gargoly. Azt a hullát, ami nekem kell. Jaj!
Oké. Jó. A gargoly akkor végül is megvan. Jó. Akkor valahol itt lehetett lemenni majd, azt a másik itt ennél lejárónál. Itt lehet fölmenni ugye a PvP-s, vagy milyen zónába az. A csarnokba. Nem tudsz PvP-zni. Azt hiszem. És akkor elvileg nekem az a hullafog ott kell lenni. Kemény vagyok, híró vagyok. Au. Akkor elvileg ebbe... Így van. Jó. No. Oké, és akkor most visszamegyünk, és felágul idejük szerintem a kardot. Az lesz a tuti. Engem most a majd is meg lesz majd a következő. Oké, ezt meglessük. Csaj az még itt van. Egyre jobban ég minden is. Na, és akkor elméletileg max. Oké. Jó. Nem. Felszerelés. És akkor ezt ki is vesszük, mert ez egyelőre nem kell nekem. Az ikreknél lehet új dolgokat venni. Várjál, hol is vannak az ikrek? Nem itt. Itt. Ez mondjuk nem tudom mire jó, de mindegy. Ez lehet, hogy nem kellett volna. Ez nincs meg, ez sincs meg. Hát figyelj, van. Megvesszük. Jaj. Oké. Igen. Ezt nem tudom használni, mert hit kell hozzá. De megvesszük, hogy meglegyem. Igitől köveket tudunk venni, meg a medálta az mennyi van. Jó. És akkor mit tudunk vásárolni? Tudunk 5 darab rúnát venni 20-ért. Ez lehet, hogy majd jó jönne. Mondjuk ez nem egy olyan rossz dolog. Harminc hit. Ezt megvesszük mindenhogyan. Jó van, legyen. Azt fogadtuk meg, hogy a spelleket úgyis megvesszük. Jó.
Veled mi a helyzet, barátom? Mindig itt pöffeszkedsz. Down and shackle my corporeal flesh, trapped in this sewer jail below the capital. I can kill you and defile your corpse. Then the pox will truly be your own. Kiről beszél? Opa! Adamnak a testpanzéra is rohadt jó. De a Maliket is marha jó. Ez a Maliket a testsisak. Ez a fekete sárga is jó néz ki. Mindegy, egyelőre. Ez fétes kard. Na, jó. Na, várjuk, akkor elméletileg a város... Városba menjünk vissza, mert... Nekem mondtak egy olyant... talán ez. Hát nem. Ja, meg majd még vissza kell mennem, ott le is tudok ugrálni. Vagy lehet, hogy odaug... Lehet, hogy ez kell nekem. Te! Ez kell. Remélem ez van ott, 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 ott. Hát nem. Vagy ez? A franc se tudja már. Ez. És akkor elméletileg... Az a baj, hogy elvileg én...
Elvileg én itt voltam. Az ég áldjon meg téged. És azt nem tudom, hogy azt most én kiszabadítottam. De itt vannak az ómenek elvileg, hogy mi az istenek. Everything that matters to you for generations to come. I am the Doomgator. Doomgator. Kill again and defile each corpse with care, just to be sure that when they're ready, they'll be cursed along with their children and their children. I will kill again, just to be sure they'll be cursed. Thank you.
itt ennyi ez? És ezzel hol fogok legközelebb találkozni? Jó, akkor ez megvan. Oké, akkor visszamegyünk ide. És akkor leugrálunk ott a csatornafedélem, vagy nem tudom mi ez. Megnézzük azt. 60 ezer. Ó, elméletileg talán mindenhova bekuksiztam. Ott az épület. Na. Jó, ott megvoltam, ott voltam fent. Gargoly szerintem megint újjáélett. Várjál, sejtem, hogy... Igen. Ah. És itt van a három pufi. Ja. És ott... értem. Jó, akkor itt már nem is tudunk tovább menni. Oké, na. És akkor. Most jön a csoda számomra. És ez múltkor se tűnt fel. Na, de mindegy is. Mert ugyebár ez a lift vinne fel a havasnak a, úgymond, mondjuk azt, hogy a keleti oldalára. Vagy a jobb oldalára. Úgy, hogy előtt ugyebár meg kellett szerezni medálokat. Vagy két medált. És ugyebár ez vinne fel. Csak nekem eltűnt ez az opció, hogy lehet váltogatni. Eltitkos medálion. Viszont zöld színű, és lefele visz. Úgyhogy így nyílik meg a havasnak a bal oldala. Egy kicsit befutottam, körbenéztem, de... lényeges dolgokat, csak kisebb momokat öltem meg. Elvileg. Annyi, hogy volt egy nagy rák, ami ilyen, hát szerintem elit lehetett. Azt megöltem, mert útba volt sajnos. Hey! Miért? De várjál, ez zöld színű. Miért fölfele indít? Egy scriptet csináltak rá. Fölfele indult meg, miközben lefele kellett volna, hogy meginduljam. Vagy ez menet közben áll meg. Sőt, több mint valószínű menet közben áll meg. Jó. Na. Úgyhogy itt is vagyunk. Csapassuk. Nyomjuk. Mert mindjárt itt van a 24-e és jön a DLC. Na, nyomunk egy világítást. Fény nélkül nem sok mindent érünk. És ugyebár megyünk
tartunk. Két szivatós boss van még jelenleg ezen a részen. Az egyik az... Melania. Azt hiszem. Kis vörös démon. Meg... Morgoth. A véristene. Az mindegyik innét erről a részről érhető majd el idővel. Na, de... A lényeg. Na mondjuk itt... Ó, na azt a kis jószágot öltem le, úgyhogy annyira nem probléma. Mondjuk ezt ide... Az egy... Betyáros volt. Miket ott... Azt a szentét mit osztott ki, te Jézus úristen. Na jó. Jó lesz az ellenti rész, úgy érzem. Na ne. Jó. Nem viccelünk. Nem veszünk senkit se félvárról. Ez csak gyertya. Ja, tényleg fény. És ugyebár eddig jöttem el úgy nagy vonalakban. Mi nagy vonalakban, mert csak annyit néz, hogy így hup-hup. Ja, nem. Ja, nem. Bocsánat, az nem itt van. Felvesszük a grészt, hogy ez meglegyen. Találtunk valami... két hetest. Ez nem sok. Nagy legyen elköltve. Mert cuszákol még valami, és az nem itt lesz, jut eszembe. Hanem az itt erre.
Mert olyan kecsegtet az a loot, csak hogy... Ottan van egy... Hajá! És nincs. Jó! Erről ennyi. Valamiért itt... Ki van törve a szikla? Vagy szikla? Valami... Na várjál, gyere csak vissza. Felszerelés. Ezt kivesszük. És betesszük... őt. Menj csak ide ki a szélére, kérlek. Ó, meg az édes jó. Én azért... Hogy? Ez egy titkos fal lesz. Titkos fal! Hát ez nem titkos fal. Meg ez sem. Meg ez sem. Az anyapolip, nézd már!
Na, itt van a bossi. De 128 ezeret nem akarok ott hagyni. Ó. Oh. Nyasgem. Na ez... Húha. Ez egy kicsit problematika. Száznegyvenhatezer kéne. Jaj, nem föl, hanem le. Kéne még egy ilyen jó... Én onnét jöttem ki. Na ez baj. Jó. Az őszintét megmondva... Mondta, úgy szeretnék lemenni, hogy nincsen nálam rúna. Úgyhogy veszélyozzuk azt a 60-as erejét. Na de. És
Csináljunk még pár ilyen követ, mert ilyen tudunk még, hál' Istennek. Jaj. Csinálunk egy 40-30-at. Dobjunk már egy ilyen követ le. Hát igen, jó, akkor már akkor körbe megyünk. Hogy ezek itt is maradnak, azt én szeressük. Ó, hogy az ég szippancson fel téged! Te kis mocskos! Ezekről elfelejtkeztem. Jó. Marikánál? Hogy hol? Szerintem az a... Szerintem az ott a bejáratnál lesz. Remélhetőleg. Na. Hát, hogy újra kell indítanom a gépet, egész éjszaka ment. Ráférne egy szerve. De jó. Viccesek ezek kis játékfejlesztők, hogy ilyeneket beleraknak.
Jó. Miért nem mentem be? Azt vesztettem volna ezt a 120 ezeret, pont nem ér. Mondjuk tök mindegy, mert... És azt nem értem, hogy ott miért nincsen Marika? Vagy miért nem volt Marika a boltba járó előtt? Vagy lehet, hogy be kellett volna menjek oda? Jézusom, mit csinálsz, pasik? Ébredj már fel. De hagyjuk... Na jó van. És nincsen Marika. Saját magam már megint. Egy halálgyökér, yes.
És... hova rakta le... a... az éjjelzt? Ja, az a kő. Eldobtam. Jó. Akkor tulajdonképpen... végül is itt akkor megcsináltunk mindent, amit csak lehet. Mert itt leugrok... ja, fenét ugrok le. Igen. Ezt fölnyitjuk. És itt csak már hogy hívják voltam, kiportáltam, hogy hol. Az hol van? Ó, tudom, hogy hol van. A bent a... bent a... bent. Itt bent. De szemétlada. Na és akkor most portálunk ide ki. Úgy. Oké. Okay. És akkor most a liftes átugrós részen meg vagyunk. Kíváncsi vagyok. Mennyi órája vagy? 1 óra 20 perc. Mert ugye már én azt úgy terveztem, hogy hát sokáig szívni fogok a bosszal. Csak én... ettől a... aha. Ettől a köttől én rohadtul félek. Ugyebár... most mi van? Meg van hűve a játék. What the fuck? Jó, mindegy. Mert amikor ilyen hóvihar van, akkor általában valami sárkány fog szivatni. Valami van most a játékkal, mert most hallok hangokat, és a térkép nem nagyon... na jó. Újra töltse be a játékot. Valamiért a térképet se nagyon akarja betölteni, még annyira se, hogy az utat mutassa. Már mondjuk szerintem a fényeket kell követni. Betöltjük még egyszer, mert ezzel sokkal előbb nem jutottunk. Ó, van egy vízműcsekkem. Ha kenészem, mikor jár le.
Jó, van tizedikén. Akkor befizetjük. Mert nekem a sokáig betöltés ez az, amit nem... Hát... Ja. A környékén, meg a poci környékén azért meleg az üveg. Na, légy szíves. Játék. Please. Töltsé be. Szerintem úgyis délmagasságában én még kajálok egyet. Elrendezem a kis ügyes-bajos dolgaimat. Aztán szerintem ilyen legkésőbb 2 órakor nekivágunk ennek a havas résznek, úgy isten igazából. És jó lenne ma maszkitolni. Na, közben látom, visszajött a kép. No. A megszentelt hómező. Na igen, ez kell nekünk. Ide kéne valahol eljussak. Az őszintét megmondva, mert ott van a map fragment. Menjél már alip, légy szíves, ló! Hát behalok. Buta vagy, pasi, buta vagy. Haló? Mi volt az a fa... Mi volt az a fa... az a béres... Hagyd abba a nyitást, légy szíves! A húvjár jó lenne eltüntetni. Tehát... Kinézem a szemem konkrétan. Nem! Ja, jó. Hát ütem valami arénába csöppentem.
Grace. Grace csak. Na, zsép. Itt már végül tisztul a kép. Innét lógautam el, és ekkora területet elhagytam. Na várjál, azt kivesszük. Hol a beállnatban vannak a jelölések? Ennyi elhagyva. Ja, azt a izé miatt jelöltem. Jó. Fővárosban van... Nem, nincs. Arra van a 2, 5, 3, 1. Erre. 2, 5, 3, 1. Jó, de várj, merre nézek. Én erre nézek, akkor erre kell keresnem, hülye. Akkor az viszont, várjál, valahol itt lennének. Már szórva. Ja igen, itt, ez nem kell, ez sem kell, ott volt a boss. És akkor már csak az 1 és a 2. 2 van itt, és az 1. Az 1, ez hol a bánatban van? De nincs egy. Ha. Nem tudom, nem én, de nem is érdekel. Na. Gondolkozunk egy kicsit visszafele, hogy kitisztul-e... Hogy kitisztul-e az időjárás, most, hogy fővettem a fa... fragmentet, vagy nem. Havasi gyopárok.
Mi ez a... Mi ez a lódobogásos... őrületek? Na várja. Kezdjük akkor megint innét. Hogy elmentünk. Remélem a map fragment védte le ezt a részt. Nem, nem a map fragment, hogy a rosszabb vinnél. Ugyanolyan sötét van, hogy szakadjon bele a... Ugye még be kéne fejezni majd a Planet Craftert is. De mondjuk itt a perem van szerintem már. Gondolom én. Voltak az éfák. Ez itt is vannak. Olyan csigafarma kerültem, vagy mi az? Ujjaj! Ezért megértem. Volt a csiguszok, itt jöttem fel a csiguszokhoz, jobbra, akkor elmehetőleg balra meg sziklafal van, ugye? Így van. Épp. Ja. Jó. Ez a játékban az időhúzós rész. Hogy itt mi van, itt mi van, itt mi van, meg itt mi van, meg itt mi van. De, csikusz, az van. Itt volt fent a csiga. Jó. Akkor itt jövünk le.
Nem ezt tölt. Na, ezeket öltem meg. Nem ezt öltem meg, behalok. Ajaj, ez a nagyobb... Na, várjál. Akkor eddig megvoltunk, ezt kivesszük. Akkor eddig megvoltunk, várjál. Megvoltunk. Ez az az a három kis sütyürütyű, akit megöltem előtte. Uh-huh. Ah, ez mi a bágyat? Az mi a franc volt? Medve? Vagy egy baszi nagy farkas? ezer lesz a következő. De ezt meg kell ölni. Nagyon nyögvel killódja be magát a játék. Úgyhogy tényleg lassan offolom. De meg lesz körülbelül a 2 óra, azt akkor kikapcsolom. Újraindítom, egy kicsit pihentetem a gépet szerintem. Addig elmegyek megcsinálni a dolgaimat. Egy processzor 30%, memória 15. És nem tölt be. Fú, bajok vannak, nagy bajok.
Meg kéne már végre tanulni ezt a movesetet. Macinak a movesetjét. Csak az a baj, hogy amúgy is problémás a medve, mert nem látod, hogy némelyik, hogy hova ugrasz, mert benne van a kamera. És ez a hó vihar se kedvez. De nem látom, hogy hova ugorjak, már rohagy meg, hova ugrik, hova áll fel ez a szerencsétlen medve bal... Ah. Na jó. Előveszük, azt lekardozzuk, nem illízzük a francba. Érdekel engem. Komolyan mondom, Istenem. És ez a lassú betöltés, ez most nagyon basszott. Megnézzük ezt. Azt nem tudom, hogy az az erőretöféses tudsz mennyire sebezni. Vagy a... De az a baj, hogy ezt szerintem műhogy Giant, erre nagyon nem hat a kardnak a izéja. Az, hogy betorpantja egy pillanatra. Én szerintem... Őt kivesszük, és... Hol is van? Ez. Őt bepakoljuk. Ó, oh, no. De...
Te szemét! Ez szemét volt tőled, Maci. Ez nagyon szemét volt tőled. Ezt a... öleléses őrületet még nem is láttam a Macitól. Hogy mit csinálsz? Nálam a bosszok olvadnak el kb. Idézőjelbe elég gyorsan. Itt meg ő olvad el, vagy én olvadok el elég gyorsan. Anyakat nyúljam meg, az meg. De rohadt medvék! Ó, persze! Persze! A nagy maci mellett még egy kis maci is, persze, agrozzak be egyet, hát... Mert ez így normális. Ó, mamám! De miből van már ez a medve, könyörgöm? Eddig, amikor bent voltam a lábánál, olyan szépen le lehetett kaszabolni. Jó, nyilván új rész, új terület, erősebb, tiszta sor. Azzal nincs is bajom, hogy annyi a HP-ja. Amennyi. De amikor elvileg én itt bent dodzsogatok, meg ugrogatok, elég safety helyen vagyok ahhoz, hogy túléljem.
Nem vagy. Na jó, azt hiszem, ezt a macit, ezt egy kicsit félre rakjuk. Hát te szemét!
De miért hallok akkor én itt? Ugye vagyok. Hát maradjunk annyi, hogy itt nem nagyon merek lemenni. Aj, már megint kezdődik a bunyítós. Ne bonyíts! Köszi. Ott a büdös kut... Hát most egy kicsit összerezzent a... Tűnj el, húvjar! Mi a franc spónulj be folyamatosan ezt a dövet?
Itt folyamatosan valami spawnolja szerintem. Yes. Hú, Istenem. Kutya sem érdekel, hadd futkározzon. Mész ám a... Mi a bánat ez a terület? Te Jézusom, mi ez a csöves bánat terület? Hogy érted? Itt már elfogyott a tudás az a felhasználóknak, hogy olyan dolgokat csináljon, hogy na, erősítsék, vagy új spelleket találjanak ki, vagy... Hagyjál már békén! Miért azzal kell szivatni az embereket, hogy olyan... Hóviar van, hogy az úrodat se játsz két méterre, és azt se tudod, hogy mi a bánatos franc támad, és honnan. Hagyjál már békén. És oda néz, egy ütéssel üt le. Na jó. Engedjük el. Na jó van. Akkor most lesz egy kis pihenő. Úgyis már unán buktam. Szerintem egy 2 órakor nekivágunk újra az egésznek, és tényleg megpróbálkozunk neki rugaszkodni. Aztán majd lesz, ami lesz. Na, köszöntöm a figyelmet, szevasztok!